szilikátok. Környező világunk nélkülözhetetlen anyagai. Utak, hidak, városok rejtőznek az anyag mélyén. De az emberi alkotószellem nem csak építésre használja fel őket. Művészeink kezenyomán kerámia, porcelán és üvegtárgyak is születnek a szilikátokból, hogy változatossá és kulturáltá tegyék környezetünket. Iparművészeti Főiskola szilikátipari tervező tanszéke a Zugligetben és az Iparművészeti Múzeum épületében működik. Feladata a jövő üveg, porcelán és kerámia művészeinek nevelése. Cél az alapanyagokban rejlő forma lehetőségek minél gazdagabb művészi kibontása, megvalósítása. Igen fontos tantárgy az alakrajz és mintázás, az élő organizmusok tanulmányozása. Következő lépés már a formatervezés. Jól felszerelt laboratóriumokban vizsgálják az anyagok összetételét és tulajdonságait. Porcelán és kerámia tárgyaknál használt mázak hőhatásra bekövetkező változásait kisméretű elektromos kemencékben ellenőrzik. Gyakorló műhelyekben történik az alapanyagok feldolgozása, a formakészítés és a megtervezett tárgyak végleges formájának kialakítása. A különféle mázak elkészítésénél igen fontos az egyenletes sűrűség elérése. Erre a célra szolgál a dobmalomban történő keverés, örlés. A készítés a porcelángyártás fontos szakasza. A gipszből kialakított tárgyról negatív formát készítenek. Ebbe öntik a folyékony porcelánmasszát. A gipszformák kialakításának egyik módja a gravírozás. A főiskola 1966-67. Évi diplomamunkáiból rendezett kiállításon
jelentős helyet foglalnak el a porcelánok. A hévízen épülő rózsacukrászda mély kék színű porcelán falborítása. A mágneses erőtér formarendje nyomán alakult ki az Erfi Irodaház tanácstermének burkolata. A testnevelési főiskola fedett uszodájának porcelánfala a víz hullámzását idézi. A porcelán anyaga, a használati követelmények és a megtervezett forma összhangja jellemzi a korszerű tervezést. A Budapest szálló részére készült edények kialakításánál fontos szempont volt az edények fokozott igénybevétele és a célszerű tárolási lehetőség. A fa és porcelán elemek szerencsés összhangja jellemzi a Keszthelyi Vadászház étkezőkészletét. Modern vonalú fekete-fehér étkészlet kombinációk. Biztonságos fogás teszi lehetővé az óvodai edények kettős füle. Különleges megoldású porcelánnal burkolt betonplasztika. Belső térrel választó rács acélhuzalra fűzött porcelánból. Lobogó tűz és folyékony üveg világa fogad az üveghutában, ahol tapasztalt mesterek oktatják a hallgatókat.
kiállítás üvegtárgyainak sokfélesége híven tükrözi, hogy a tisztán csillogó üveg a modern ember nélkülözhetetlen anyaga. Beton, acél és üveg kombinációjából izgalmas építészeti elemek születnek. Különleges betonból készült, magas hőfokon edzett falborítás. A modern kerámia alapja az ősi fazekas mesterség. Sebesen forgó korongon, ügyes ujjak között alakulnak a különféle vázák, tálak, figurák. Korongon készült minden részlete a szatírnak és nimfájának. A mintázás után égetés, majd a mász felrakása és újabb égetés következik. Cégér a budai vár egyik hentes üzletére. Kertek, parkok díszítését szolgálják a következő kerámiák. Falborítás a tervezett pálvölgyi turistaház részére.
Noé bárkája. Szüreti jelenetek az Egri Bormúzeum ivójának farburkolatán. A tihanyi halászcsárda falára készült dísztálak a halászok életét idézik. Kecskeköröm legenda. A mesevilág alakjai díszítik az óvodai falra tervezett tálakat. A mesevár az óvoda kertjében kerülne felállításra. Iparművészeink alkotásai a mai ember környezetét a gyakorlati és esztétikai igényeknek megfelelően gazdagítják. Szilikátok. Környező világunk nélkülözhetetlen anyagai. Felhasználásuk révén kényelmesebb, kulturáltabb lesz az életünk. Thank you.